pedagógusok abba torzulnak bele, hogy folyamatosan kérdeznek tőlük, és ők természetesen, miután 30 évvel idősebbek, mint a gyerekek, természetesen azt gondolják, hogy tudják is a választ. Többet tudnak természetesen, mint a gyerekek, és ezért mindenre azonnal válaszolnak is. És én meg, mint bot csinált a tanár, én bennem nem volt meg ez a minden tudás érzése, tehát bármit kérdeztek, én reflexből azt mondtam, hogy nem tudom a választ, de találjuk ki együtt. És ezt nagyon szerették a gyerekek. Ez egy gyakorlatban egyébként úgy zajlott, hogy az esetek többségében otthonról az iskoláig autóval mentem, és a kocsiba találtam ki, hogy miről lesz szóhozni. Amit éppen olvastam, amilyen filmet láttam, és így tovább. Miklós, de én persze afelé szeretném terelni a gondolataidat. Miért nem tanítottam a szakmásról? Igen. Mert nem hívtam. Főiskolás korukban többségében, engem is beleértve, semmit nem tudnak a technikáról. Márpedig ez az egész szakma, ez az anyaggal való bánásról szól. Tehát arról, ezt egy picit nem akarom, inkább te mondtam, hogy mit jelent ez, hogy az anyaggal való bánás. Tehát az, hogy a festék darabkákat, vagy a port, hogy kevered a vízzel, hogy alakul ki a palettád, milyen ecsetet használsz, milyen vásznat, vagy milyen anyagot, amire festesz. A Kemény Gyula nevű nagyszerű restaurátor barátom, az valamit kérdeztem tőle a könyvem kapcsán, és akkor erre válaszolt, írt, és sajnos nem tudom szó szerint idézni, de körülbelül azt mondta, hogy egy festőnek rettenetesen tisztelni kell az anyagot. Uh-huh. És ha kellőképpen tiszteled, akkor megkapod érte a jutalmadat, és ő maga megcsinálja magát. Azt mondta erre, és azt írta, hogy erre kiváló példa ez a kicsi kép, amit én felraktam a Facebookra, hogy én úgy fordítanám le, hogy akkor jó egy képen egy felület, vagy egy szín, vagy egy mozdulat, hogyha úgy néz ki, mintha az mindig ott lett. Alapjába véve azt gondolom, hogy minden valamire való festő a saját kárán tanulja meg, és az ezer kudarc árán, hogy ő neki mivel kell dolgoznia, és hogyan. Neked volt utad ahhoz, hogy megtalál? Úgy érezed, hogy most megvan, és most már nyugi? Vagy ennek volt egy, vagy hosszú volt-e az út idáig? Ugye például a képek témaválasztásáról kicsit könnyebb beszélni. Tehát én boldogult úrfi koromban, festő úrfi koromban ugye non-figuratív festő voltam. Annak minden kínjával szokott, ki kell találni a formákat. Most ha nem tanultál sokat rajzolni, akkor nincs benne a kezedbe, hogy persze ez is ugyanakkor adottság kérdése, és a jó formák nincsenek benne a kezedben. Szóval mindig azt szeretem prédikálni, hogy vannak ilyen Isten adta tehetségek. A Vajda Lajos megfogja a ceruzáját és húz vele egy vonalat, az olyan gazdag, és úgy tele van, kellene egy jelzett szó vagy mi? Lélekkel. Tele van igazság. Kitaláltam, hogy lehetne értékesebb vonalakat csinálni, hogy kollázsokat csináltam, újságpapírt. Újságpapírt, ha eltépsz egy darab papírt, annak a kontúrja, az valami elképesztően gazdag, és ilyen romantikusan mondanám, hogy sosem hazudik. Nem tudom, hogy hogyan akarom csinálni. Soha? Előtted a vászon, vagy ami?
Hát eltekintve a technikától. Hát a technikát azt ki kell, hát az anyagot, amire dolgozol, ki kell választani, amivel arra az anyagra dolgozol, ki kell választani, ezek már súlyos döntések, persze. De a gondolat? Nincs gondolat. Hanem mi van? Hát a gondolat van, akkor ez az Eszterházi, tudod, amikor azt mondta, hogy és amikor dolgozom, megesik, hogy néha eszembe jut valami, akkor azonnal fölpattanok, és addig járok fel arra, amíg ki nem megy a fejemből. Hát a festőknél végképp, szóval ne legyen gondolat. Nem tudom, hogy mi az. Ugye az a rakosgatom kérdezte, de ez talán egy kicsit konkrétabb, hogyha egy képen megjelenik valami miatt, megjelenik egy vízszintes vonal, igen, akkor az többnyire kinevezi magát horizontnak. Egy akvarellnél nyilvánvalóan a világosabb tónusokat kell először fölrakni. Tehát minden bizonnyal körülbelül úgy kezdtem el, hogy ezt a középen lévő hullámzó, szürke foltokat felraktam. Uh-huh. És akkor ennek valahogy folytatódnia kell, akkor bekentem azt is egy még világosabb szürkével. Mi lenne, az kellőképpen összezavarná a festő és a néző buksiját, hogyha két horizont van. És akkor már én se tudom, hogy ez vajon, ez a szürke, ez egy tó, és igen, ott van a határa, és mögötte hegyek vannak, és mögötte így van. Nyilvánvalóan így van, hát ez számomra egyértelmű. Számomra nem. Számomra nem. Ha már a kezedben van az Eszterházi könyv, mondja azért nekünk néhány szót erről. Mikor, miért, hogyan? Miért van itt? Hát válaszolnék az utolsó kérdésedre. Ez helytelen dolog, hogy ez itt van, mert én ezt gyakorlatilag nekiadtam a Péternek, csak amikor ő megírta a közös könyvünket ehhez a Bűnös nevű kis könyvet, akkor én kölcsönkértem ezt tőle, mert Bécsben nyílt egy kiállításom, és ez már akkor hónapok óta nála volt, akkor már nagyon beteg volt a Péter. És hát úgy nézett ki, hogy ez már nem fog összejönni, én nagyon szerettem volna, és akkor mondtam neki, hogy december, vagy november 10-én kijövök hozzá Romaira a könyvére, mert másnap reggel megyünk Bécsbe. És akkor megérkeztem, és akkor mondta, hogy na várjál, ülj ide. És mi van? Azt mondja, hogy megírtam. És készen volt, és akkor felolvasta az egészet. És másnap én ezt, vagy akkor én ezt el is hoztam, valahol Mosonmagyaróvárnál járhattunk, amikor felhívtak a magvetőből, hogy az éjszaka Péter az egészet becsgépelte, mert ez kézirat volt természetesen. És hát ők is nagyon boldogok és lelkesek voltak, és akkor ezt én kiállítottam Bécsbe, és aztán hazahoztam, és aztán nem került sor rá, hogy visszaadjam neki. De ez az örökösségi, nem az enyém, szóval majd vissza fogom hozzájuttatni.